Sziasztok, szép napot, szupercsapat! Én Talassa vagyok, és beszélgessünk most a környezettudatos mosogatásról, mosogatógép nélkül, kézi mosogatással. Ezt a videót már minimum 20. alkalommal próbálom meg felvenni nektek, de még egyetlen edényt sem mosogattam el. Viszont rájöttem arra, hogy kettő dologra szeretném fölhívni a figyelmeteket. Az első dolog az, hogy ebben a videóban valószínűleg meg fogjátok ismerni a fölháborodott, dühös, tüzes énemet, de minden, amit elmondok ebben a videóban, az vagy saját tapasztalaton alapuló, vagy coachingból tanult, vagy autodidakta módon környezetvédelemből tanult tudások. Ha bármiben tévedek, nyugodtan le lehet írni kommentben, mert lehet, hogy valamilyen információ nem úgy jött át, ahogy kellett volna, nem vagyok mindentudó, de bizonyos dolgok igenis fölháborítanak. A második dolog az, hogy valószínűleg nem leszek annyira frappáns és rövid, mint a reklámszakemberek és marketing szakemberek által megalkotott csodálatos mosogatógép reklám, de ez belőlem kiváltotta az instant idegbajt. Ezt a reklámot én néhány nappal ezelőtt anyukámnál láttam, mert neki van televíziója, nekem nincs, mert én kacatra nem adok ki pénzt, és számomra a televízió egy kacat. Viszont pont sikerült még azt az egy kis 30 másodperces összenetet elkapni, amire először legyintettem, aztán belegondoltam. Ebben a reklámban egy kislány arról beszél, hogy légy szíves, használj mosogatógépet, mert a kézi mosogatással akár 80 liter vizet is el tudsz használni, a mosogatógép pedig csak 5 liter vizet használ el. Miért manipulatív ez a reklám? Ha nem tanultál pszichológiát, coachingot, vagy bármi hasonló témát, akkor is rá tudsz jönni. De elmondom. A reklám szakemberek nagy valószínűséggel rájöttek arra, hogy a fehérköpenyes professzorok, akik elmondják, hogy különböző termékeket milyen sokáig fejlesztettek, és milyen fantasztikus dolgokra képesek, a nép már nem vevő. A hétköznapinak beállított színészek, akik elmondják, hogy évek óta használom ezt a terméket, és számomra ez a legjobb, mert a több piacon kapható hasonló termék sehol nincs ahhoz képest, amit én használok, sem jön be a népnek. Ezért hozzá kellett nyúlni az emberek lelkiismeretéhez, és ezt egy kislánnyal oldották meg. Hiszen a kislány mit mond a reklámban? Több időt spórolsz meg magadnak, hogyha mosogatás helyett mosogatógépet használsz. Tök jó, észszerűnek tűnik. Arra kér, hogy figyelj rá. A másik, hogy trendi a környezetvédelem, tehát legyél olyan kedves, és gondoskodj arról, hogyha felnövök, akkor nekem is legyen még víz, amit meg tudok inni, mert hogyha pazarlod a vizet, akkor már nem fogok tudni inni, mert el fog fogyni az édesvíz készlete a földnek. Oké, rendben. Mind a kettő teljesen jó információ, valóban a föld vízkészlete fogytán van, valóban érdemes a családra minőségi időt fordítani. Miért manipulatív? Hát először is, senki ne turkáljon az én pénztárcámban. Senki. Mert alsó hangon egy ilyen készülék 80-100 ezer forintba kerül. Meg még hozzá két havonta vagy havonta a mosogatógép kapszula, amivel ugye csillogóra varázsolom az edényeimet. A másik dolog, aki már járt a konyhámban, vagy látta a felvételről, az pontosan tudja azt, hogy ide mosogatógép visítva nem fog beférni, de ha mégis szívem vágya egy ilyen készülék, akkor kiszorulok a saját konyhámból. Tehát ha mégis karácsonyra szeretnék egy mosogatógépet, akkor ezt a konyhát tokától bokáig le kell bontani, újra kell tervezni, hogy minden, ami eddig benne volt, az visszabeférjen, plusz a mosogatógép is. Hát egy ilyen konyha átalakítás, megint alsó hangon 500 ezer forint. Ha én mosogatógépet szeretnék, az 600 ezer forintnál járunk.
Azért ez merész. Az megvan, hogy nagyon sok ember Magyarországon a létminimum alatt él. És megvan az, hogy nagyon sok ember hónapról hónapra él úgy, hogy nem tud félretenni, mert a hónap végén már imába foglalja a fizetést, és már nagyon várja, hogy végre megjöjjön a fizetési csekk. Gyakorlatilag egy olyan társadalomban próbálunk meg luxuscikket eladni, ahol emberek azon küzdenek, hogy túléljenek hónapról hónapra. Viszont, ha felszabadul némi időd, mert mégis sikerül hitellel, vagy nagy nehezen összekuporgatva beszerezni egy mosogatógépet, fogod-e az idődet konstruktív dolgokra használni, könyvolvasás, minőségi idő a családdal, minőségi időt tölteni saját magaddal, építeni egy vállalat? Nem. Most mondom, hogy a legtöbb ember nem fogja erre tölteni az idejét. A legtöbb ember le fog ülni a gép elé, vagy a telefonja elé, megnéz egy filmet, vagy pörgeti a social médiát. Mit látunk a social médiában? Instagram, Facebook, satara, csillogó életek, luxusban telt napok, mindenki tokától bokáig, elegáns, szép ruhában, sminkben, pózol, és mindenki arra vágyik, hogy kényelmes, csodálatos, luxus élete legyen. Világsztárokra meg különösen itigyek vagyunk, mert bezzeg neki telik nem tudom milyen villára, telik luxusutazásra, nekem meg nem. Csak hogyha ezeket a sztárokat, vagy social media sztárocskákat nézzük, valóban annyira csodálatos az életük, mint amit a külső máz mutat? Mert a legtöbb sztár azért keményen drogozik. És ha belegondolunk, akkor azért a kokain, a heroin, meg a többi ilyen cukiság nem éppen az egészség fellegvára. És ha belegondolunk, hogy a hétköznapi ember is drogozik, csak a hétköznapi embereknek egy nagy része legális drogokkal él. Mire gondolok? Alkohol, nyugtató és altatószerek. Figyelj, a Rivotrilra ráiszol két felest, kiüt holnapig. Azt sem fogod tudni, hogy merre vagy arccal előre. Csináld! És sztár életed lesz, mert kívülről mindenki csillogónak fog látni, aztán, hogy belehalsz, egy másik sztori. Viszont észrevetétek azt, hogy minél kényelmesebben él egy társadalom, annál boldogtalanabb? Mert megvan, csapból folyik a víz, van hűtőszekrény, mosógép, mosogatógép, áram, felkapcsolom a lámpát és világít, de valahol mégis egyre fásultabbak, feszültebbek, boldogtalanabbak az emberek. Nem véletlenül van szükség egyre többször ezekre a kemikáliákra, amiket a gyógyszertárakban meg tudsz venni, vagy illegálisan különböző dílerektől. Mit nyerünk azzal, hogyha mégsem vásárolunk mosogatógépet? Adott esetben hálát. Miért lehetek hálás? Azért, mert kézzel mosogatok. Van mit elmosogatni. Mert ez azt jelenti, hogy tudtam főzni a családomnak egy finom ételt, és volt mit enni. Adott esetben konfliktuskezelést. Szívem, mosogassál el, légy szíves, mert egész nap a tűzhely mellett robotoltam. És hogyha megfelelően tudjátok kezelni a konfliktust, nem úgy, hogy összevesztek, meg haragot tartotok, meg gyűlölitek egymást, hanem szeretettel és tisztelettel beszéltek egymás iránt, empátiával fordultok a másik felé, hogy tudom, hogy te is sokat dolgoztál, meg én is a kajának az elkészítés, stb. És megegyeztek abba, hogy ki mosogat el, és cserébe te mit csinálsz helyette, akkor rögtön egy konfliktus kezeléssel bejebb vagy, és sokkal jobban tudod az önbizalmadat, az önbecsülésedet, a saját magad tiszteletét építeni. Mert a mosogatógép gyakorlatilag kiveszi a kezedből. Senkinek nem a felelőssége a mosogatás. A mosogatógép megcsinálja helyettem, én meg elmegyek tiktokozni vagy biciklizni a családdal, tök jó. Ha biciklizni mész a családdal helyette, tök jó. De
Meg tudom oldani a konfliktusaimat? Otthon. Képes vagyok arra, hogy megoldom azokat a helyzeteket, amiket a háztartás okoz. Segítek a férjemnek azzal, hogy elmosogatok, vagy segítek a férjemnek azzal, hogy megfőzöm az ételt, vagy megteszem a saját dolgomat a kapcsolatunkért. Mert lehet ezt tudnod segítségnek is nevezni, de szerintem inkább építés. Azért építés, mert ő beleteszi a saját 50%-át a kapcsolatba, én beleteszem a saját 50%-omat ebbe a kapcsolatba, és ettől leszünk mi. Nem attól, hogy egyfolytában külön vagyunk, és egyfolytában elbújunk a saját fellegvárunkba, amit egyébként légbuborékokból, social media felületekről építettünk föl magunknak. Nagyon sokat beszéltem most így a mentálhigiénés és pszichológia stb. Témában, de hogyan tudunk úgy mosogatni végre, hogy az környezettudatos legyen, és mégis kézzel mosogassunk el. Gondolj vissza a nagyszüleidre. Nagyszüleidnél még nem volt annyira nagy luxus, hogy a legtöbb háztartásban nem volt bevezetve a víz. Ezért 15-20 kilométerről legalább olyan 20 literes vödrökben hordták a vizet a közkutakról. És senki nem volt saját maga ellensége, tehát minimum lehet mondani, hogy 40 literrel dolgoztak. Majd maximum 40 literrel dolgoztak, azért mert nem volt kedvük több vizet hazacipelni a közkútról. Bármennyire is közel volt az a közkút, azért valljuk be, hogy 20 liter vizet elcipelni, próbáltad már? Én már egyszer-kétszer igen, és elég szar ügy. Ezek az emberek, a nagyszüleink, megtanulták beosztani azt, amiük van. Tehát mondjuk egy 40 liter vízzel boldogan főztek, mosogattak, mostak, takarítottak, fürödtek. Azért, mert beosztották, hogy mit mire használnak. Tésztát kellett kifőzni a vízben, leszűrték a tésztát, nem öntötték ki a csapba, ráöntötték a zöld borsóra, lett belőle zöld borsó. Vagy kifőzték a krumplit, megették a krumplipürét, a vizet nem kiöntötték csak úgy a csapba, beleöntötték a disznónak a moslékba, lett belőle hús. A legtöbbször ezt nem tehetjük meg, mert ugye már panelban élnek az emberek, és nincs kertjük, nincs disznó, nincs csirke, nincs növény, amire rá lehetne ezeket a vizeket öntözgetni, de még mindig ott van a vécé. Pisiltél? Ott egy vödör, beleöntöd a vizet a vödörbe, leöntöd a vizet a pisit magad után, nyugodtan meg lehet tenni. Én mondjuk csináltam ilyet nagyanyámnál elég gyakran. Mert miután nála bevezették a vizet, mivel egész életében hozzá volt ahhoz szokva, hogy be kell osztania a vizet, illetve a pénzét, ezért amikor ő már úgymond nem járt a közkútra a vizért, akkor beosztotta a pénzét, hogyha kevés vizet használok, akkor több pénzem marad. Úgyhogy mosogassunk úgy, ahogy a nagyszüleink. Illetve most már egy picit modernebbül. Nekem környezettudatos mosogatószerem van. Ugye itt bejön a bizalom. Vajon ez a cég, aki gyártja ezt a környezettudatosnak mondott mosogatószert, tényleg környezettudatos mosogatószert állít elő? Mert ez van a címkém. Tényleg. De tényleg bízhatok benne? Itt jön a bizalom. Mivel a DM azért egy elég nagy márka, és gondolom, hogy ellenőrzik őket, ezért valószínűleg, hogyha simlisség lenne a dologba, előbb-utóbb azért csak ki fog derülni. De tegyük föl, hogy ez egy környezettudatos mosogatószer. A tasak, amiben maga a mosogatószer van, újrahasznosított műanyag, és ezt nyugodtan be lehet tenni a szelektívbe. És hogyha szerencsénk van, akkor megint készül belőle egy új termék, és újra lesz hasznosítva. De akkor végre mosogassunk már el, mert most már erre várok mióta. Amint látjátok, elég sok minden van a mosogatóban, és 2 napra főztem előre.
az a helyzet, hogy ezzel kéne valamit kezdeni úgy, hogy közben nem pazarolok el rengeteg vizet. És aki szemfüles, az itt már kiszúrta a szemöldök csipeszt. Ez egy nagyon hasznos dolog, főleg, hogyha a kacsát kell tokozni, mert ugye a kacsának a combjában vagy különböző testrészein azért ott tud maradni egy csomó ilyen kis tok, amit ha megsütsz, akkor annyira nem finom, és remekül ki lehet vele szedni. Sokkal jobb, mint késsel vacakolni. Egyébként ezt csak azért vettem, hogy kacsát tokozhassak vele, és fertőtleníthető, mert fémből van, ha forró vízzel leöntöm, vagy forró vízbe beledobom egy pár percre, akkor tökéletesen fertőtleníthető, illetve különböző mosogatószerekkel szintén tökéletesen higiénikus tud maradni. De akkor vágjunk bele ebbe a mosogatásba. Hát itt van egy csomó bigyó. Először is ki kell választanunk, hogy mi az, amit elsőre szeretnénk elmosogatni. Én szeretek egyébként elsőre olyan dolgokkal kezdeni, mint evőeszközök, késvilla, kalár, hasonló ilyen kis apróságok, úgyhogy ezeket én most kiásom. Jó. És szükségünk lesz egy nagyobb tálra. Ezt majd vízöntögetéshez fogom használni. Én most lufaszivacsot fogok használni a mosogatáshoz, ez teljes mértékben környezetbarát, komposztálható, de hogyha nem akarsz komposztot csinálni, mert panelban laksz, mint én, és nincs kerted, akkor nyugodtan be lehet tenni a sima szemetesbe is. Engedek rá 2 nyomásnyit ebből a mosogatószerből, egy picit megvizezem, nem nagyon, és elkezdem főhabosítani, hogy úgy Isten igazából habos legyen. És még éppen csak 2 csepp vizet használtam. Ezt ide félre pakolom, hadd álljon rajta a mosogatószer. Ezt is kicsit ki fogom mosni, de ezt ki is fogom most öblíteni. Mert ebben csak krumplit pucoltam. Ebben pedig hús volt. Fantasztikus. A végére teljesen le fog jönni róla a hab. Elkezdem a különböző miniatűr kis eszközöket elmosogatni. Többek közt a húsdarálónak ezt a kis izébigyóját, meg a kését, meg az ilyen kis eszközeit. Ezek egyszer már el voltak mosogatva, viszont én szeretem őket sóba beáztatni, mert a só az víz elvonó hatású, és emiatt gyilkolja a baktériumokat, úgyhogy egy. Jöhet a kanál. Még mindig nem használtam szinte semmi vizet. És ezt a mosogatási technikát egyébként nagymamámtól tanultam. És soha nem volt semmi bajunk, amikor nála kajáltunk, minden teljesen természetesen tiszta volt. Ebből meg elkezdett kifogyni a szappan. Úgyhogy ezt most félreteszem. Ebbe engedek egy kis vizet. Nem sokat. És elkezdem vele az eszközöket leöntögetni.
Jó. Mehetsz. Mondtam, hogy ez egy idő után fog teljesen tisztulni. Fogom a késeket, három darab kés, tökéletesen el lehet vele öblíteni. Szuper. Újra férünk. Lehet így is öblíteni. Hát, ezzel akkor nálam még valaki rá volt ragadva. Ennyi. Ennyi. Hogyha beáztatod a tányért, akkor a legtöbb ilyen szennyeződés az le fog róla jönni csak így simogatásra. Amelyik mégis nagyon ragaszkodik a tányérhoz, kettő dolgot használhatsz. Használhatsz vegyszert. Nekem ez körülbelül félig van, és valamikor tavaly fogalmam nincs, mikor vettem. De azt tudja, hogy tavaly. A másik pedig a szódabikarbóna. Amit, hogyha nem áztatsz agyon, akkor tök jól lesúrolja azokat a dolgokat, ha kijön a tartóból, amit rászállattak az edényre. Szépen fogod a kis lófaszivacsot, kirázod belőle a vizet, aztán lehet szépen súlyckolni. Ha nagyon makacs a szennyeződés, akkor fújhatsz rá ecetet. És akkor a pezsgéstől ezek a kis szennyeződések föl fognak oldódni. Ha nem szereted az ecetet, használhatsz hozzá citromsavat. Fú, de jó szaga van ennek az ecetnek. Csíj! Erre a tepsire elég sok minden sajnos vagy nem sajnos, de rásult, amit nekem most valamiért nincs kedvem nagyon durván mosogatni, mert amit lehet csinálni ésszel, azt csináljuk ésszel és ne erővel. Úgyhogy ezt az edényt most be fogom áztatni. Ugye ebben a tálban van víz, ez még nem teljesen tiszta, de van benne mosogatószer, és ahhoz, hogy beáztassam vele a tepsimet, tökéletes lesz, úgyis a végén tisztára lesz mosogatva maga a tepsi, úgyhogy még egyelőre ez a víz tökéletes lesz az áztatáshoz. Nem kell hozzá teljesen tiszta vizet használni. És ennyi. Illetve hogyha nagyon mazovisták vagyunk, és nagyon szeretnénk még sok nehéz edényt emelgetni, akkor még hozzáönthetjük akár ezt a vizet is, de vagyok én ennyire mazovista, nem? Kérdésre a válasz. És ezt a tálat már nyugodtan szépen el lehet mosogatni. Kevés vízzel. Majd a szelektív hulladékba fog kerülni, viszont a szelektíven úgy tudjuk gyűjteni a műanyagokat, illetve a fémeket, hogy nincs benne étel, zsír, meg bármilyen maradék. És már csak a szemöldök csipesz maradt, és ő viszont még eléggé koszos. Viszont van egy nagyon jó hír, ugyanis a lufaszivacsot úgy lehet tisztán tartani, hogyha egy héten egyszer, 10 percre beáztatod ecetbe. De hogyha az ecet ebből kiveszi a kórokozókat, akkor erről is le fogja szedni a kórokozókat. Úgyhogy elő az ecettel. Ja, még egy dolog. Ha lufaszivacsot használsz,
és nem nyomod ki belőle rendesen a vizet, leteszed, akkor egy idő után kiengedi magából a vizet, és alatta pocsálni fog minden. Nem tudom, ez mennyire látszik itt a videón, mennyire jön át, de gyakorlatilag ez így engedi magából az egészet. Úgyhogy a lufaszivacsot pontosan ugyanolyan alapossággal illik kicsavarni, mint a régi hagyományos műanyag társát, amit száműztem a sarokba. Különben mindent össze fog pacsálni. Én a lufaszivacsnak a tisztításához 20%-os ecetet használok. Szépen beleöntöm. Ezt az ecetet pedig holnap, amikor elpakolom a szárítóról az edényeket, rá fogom önteni a szárítóra, és le fogom még beleoldani azt a vízkövet, tehát az sem fog kárba menni. Ennyi lett volna már a mai környezettudatos mosogatás kézzel, kevés víz felhasználásával. A mazoisták kedvéért valamikor a hét közepe környékén a mosogatást fel fogom tenni vágatlanul, káromkodással együtt, azt hiszem, hogy volt benne egy, és megnézhetitek, hogy nem csalás, nem ámítás, valóban annyi vizet használtam fel, amennyi feltétlenül szükséges volt. Hogyha tetszett ez a videó és hasznosnak találtad, akkor kérlek nyomjál rá egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, mert mostantól elkezdek olyan tartalmakat is gyártani, amiben bemutatom nektek azokat a módszereket, amelyekkel én környezettudatosan igyekszem élni a mindennapjaimat, habár egy panellakásban élek, de így is oda tudok nagyon sok mindenre figyelni, hogy minél kevésbé legyen megterhelő a bolygónk számára. Legyen szép napotok, sziasztok!